Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Forest folytatása. Lássuk, mi lesz az este folyamán. Ennyire vagyok az alvástól, elég messze. Jaj, de jó nekünk. Nem, hogy reggel szerzünk pár húst, és azt visszük a másik akasztóhoz. Ó, van egy kevés víz. Az jól hangzik. Nem sok, de egy kevés vízünk van. Ebből mit tudunk készíteni? Ja, hogy egy water skinünk lehet összesen. Spear bag. Valamilyen másfajta állatnak a cumója. Hát ez nem túl jó hír. Ó, de jó nekem. Mert hát ez nagyon fontos, hogy éjszaka bohóckodni kelljen. Tollakkal. Vagy mi az alvással. Enélkül nincs is előre haladás. Ó, tényleg. Kell egy kő. Sok-sok szep. Meg két. Van. Bingo! Ezzel előrébb vagyunk. Jó hír. Kint esik egyébként, ha furcsa zajokat hallunk. Még ha ez is elképzelhető, hogy villámlani is fog mindjárt. Éjszaka közepén vagyunk. Na, meggyújtjuk ezt a tüzet. Milyen veszély lehet. Legfeljebb megtámad minket egy csomó barbár. Hogy állunk tollakból? Három.
Bár rengeteg íjat találtunk ott a múlt közel egyik táborba. Ugye annyira nem fontos most ez a tolvadászat. Nem ezt akartuk. Fölrakjuk azt a kis vizet. Vagy mi az kis husit. Na, szerencsére egész csöndes és nyugodt esténk van most. Úgy látszik, a barbárok megunták, hogy megtámadnak és meghalnak. Vagy a másik félkész táboromat verik szét, nem tudom. A terv reggel, majd az lesz, hogy oda megyünk és befejezzük a kis vityillót. Érdekében majd kell víz, és ahhoz, hogy legyen vízünk, egy ilyen teknős hátat viszünk. Hogy összerakjunk magunknak egyet. Előbb egy csomó teknős itt volt, mindegy, vagy legközelebb reggel talán lesz még. Hogy legyen húsunk, mert azt meg a szárítóra szeretném kirakni, hogy ott is legyen egy csomó kész kaja, amikor épp beesek. Na, hogy áll végre? Elérjük az estét? Értem, én nyilván lehetne munkázni az este kellős közepén is, de nem túl reális, hogy ilyenkor nem alszik a társaság. No, most már kint is, meg bent is esik. Ó, és itt az őrültkénk. Na, nem is egyedül. Hopp, ezt a madarat lendületből és oldalról elcsaptuk. Hát ezt nagyon mellé lőttem. Ajajaj, hányan vagytok itt? Közben fázok, mert mit tudom én. Oké, ez a saját
Az nem a tiéd. Oké. Na, bajban vagyunk. Hát azt hittük, mindjárt jól állunk, mi? Hát nem. Remek. Volt egy szép nagy adag páncélom, most már nincs. Hát ez van. Extra hús. Ennyi kell, még sok, az éppen elmegy a... Ha, még időben elcsíptük. No. Jobb hiány irány vissza a bázishoz, másik bázishoz. Nem tudom, miért szaffogunk ennyire. Extra ruha. Ha. Nem volt egy szimpi ez az éjszaka. Tele van a srácunk. Ott volt egy nyúl, hát izé, ez van. Várjál, esik. Úgyhogy jó lenne még gyorsan felépíteni ezt a víztározót.
akkor még lehet itt egy kis extra víz is legközelebbre. Csomó nyuszi. Siker. Nem. Követ megtaláltuk, de halott nyuszikat nem. Ez ott valami madár, ott egy nyúl is. Több helyen is láttunk nyuszit. Elvileg volt egy nyuszi, de nem biztos, hogy eltaláltuk, sőt inkább biztos, hogy nem találtuk el. Ja, a madarak nem nagyon izgatnak, mert nem félnek. Akár csak a na, hát ez eddig oké. És abból lehet remek páncél. Amire szükségem van, mint kiderült. Na, tricep. Hasznos. Na, merre dől? Ezzel lassan meg vagyunk. Ó, összeszedtünk némi sárt. Itt a víz szélén. Némi bizonytalan vizet ihatnánk. Na és akkor még egy fát ki kell nyesni. Akkor megvan végre ez a menedék. Ahova föl lehetne rakni egy csomó cuccot. Mondom, életveszélyes leesni innen. Majdnem, nem ez kell nekem, hanem a kis könyvecskénk.
Hát ezt nem vagyok teljesen tiszta, hogy ezt hogy kéne használni. Na mindegy. Még a járóka nélkül is hasznos. Ó, még egyik. Na hát, ez viszonylag sikeres gyíkvadászat volt, meglepő módon. Gyíkhús az kicsi vagy nagy? Speciális. Kár, hogy eddig ott hagytam mindig mindenütt. Föl tudjuk akasztani a szárítóra csak úgy a gyíkokat? Igen. Hát ez vicces. Remek, van még egy bázisunk. Vízzel és mindennel ellátva. Azt a nyulat mondjuk jól vettem volna, de hát ez van. Nyulat majd vadászunk menet közben. Vagy nem. Egyszerre kettőt, ha jól láttam. Nyúlhúst ezt igazából ott hagyjuk, az nem annyira fontos. Na, elég komoly páncélt fölhalmoztunk. Megnyugtató, mert néha elég béna vagyok harcba. Máskor meg egész sikeres. Nem tudok mit mondani, de mindegy is, nem az a lényeg. Itt volt a végtelen nyilvessző kora. Mennyi időm van, nem tudom. És hogy hova menjek, az is egy jó kérdés, de mondjuk a másik irány az egyértelmű. Azt tekintem délnek, arra van melegebb, amennyire láttam. Ez persze teljesen önkényes azért. Köd. Meg egy szép tó, közepén ezekkel a furcsa vackokkal. Halak. Ja. Fölismerte a halat erre. Problémáztam, hogy mi van. Nem tudunk halászni. Itt van egy csónak.
Úgy látom, elsüllyedt csónak. Jó, hát marad az úszás. Nem, még így sem tudunk halászni, hogy egyszer megfogjuk a halat a vízből. A barbárok miért kannibálkodnak? Egyszerűen ennyi állat van ezen a nő szigeten. Tengerparton korlátlan teknős hús, idebent gyíkok, nyulak, őzek hébe-hóba. Ne kérdezz meg, hogy tud egy ilyen sziget eltartani őzeket. Hát a válasz az, hogy nem tud. Ez... Nyuszi! Hol áll a nap? Na, még magasan. Még magasan. Már lassacskán tényleg itt lenne az ideje visszaindulnunk. Újabb ládák. Inkább váltsunk a biztonságosabb fegyverre, bár amíg van mit vadászni, addig hajrá! Valószínűleg nem volt meg. Ó, oh, hello, Nyuszi. Akár meg is lehettél volna. Ott van egy eldőlt. Hát az elment. Nap lassan halad lefelé. Csak óvatosan itt a továbbhaladással, bármikor szembe jöhet velem egy horda, plusz még vissza is kéne érni. Wow, mekkora egy katlan. Na, itt lenézek még. Oké. Okay. Nem kockáztatom, hogy meddig lehet lemenni, de érdekes. Azt nem tagadhatjuk. No. Elfutott. El. Hát ez a füleden pattant meg. Na mindegy, irány vissza, sárga táborig. Mielőtt bajok lesznek.
Lehet, hogy itt is kéne csinálni egy új tábort majd. Remélhetőleg a szárított húsaink már elkészülnek. Olyan messze azért nem volt. Kicsit kifutottuk magunkat. Na és itt fönt a fa tetején egész nyugodtak vagyunk. Na. Akkor itt az ideje, hogy mentsünk, és már ennyi volt. Kis földerítés, kis építkezés, esti harc. Legközelebb folytatjuk.